A magyar kormány főüzenetével összhangban a béke ideje a mottója az idei 32. bálványosi Szabad Egyetemnek, melyet a romániai Tusnádfürdőn tartanak. A szervezők bevallása szerint az esemény a rövidnadrágos politizálásról szól. A csaknem egy hét alatt fesztivál keretek között zajlanak kerekasztalbeszélgetések klímaváltozásról, NATO csúcsról, világjárványról, közösségi autonómiákról, új világrendről és a hidegháború lehetőségéről is. A Magyarországon működő konzervatív agytrözt, a Danube Institute amerikai főmunkatársa az ukrajnai háború lehetséges távlati hatásairól azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy erősíteni a hidegháborús folyamatot, de az egyik az orosz oldal gyengíteni fogja. Hasonlóan ahhoz, ahogy Vietnám gyengítette az amerikai oldalt az első hidegháborúban, illetve a 80-as években az afganisztáni invázióban az orosz oldalt, fogalmazott. A politikai közéleti témák mellett ifjúsági és kulturális programok is vannak. Irodalmi, színházi beszélgetések, esténként pedig népszerű magyar zenekarok lépnek fel, például a Quimby és a Péter Fibori and Love Band. Nyilván meglepő egy felvállaltan ellenzéki előadónak, mint én, de én azt látom, hogy itt a zenei, tehát az, hogy milyen zenekarok lépnek fel, és maga a zenei része a fesztiválnak, azt szerintem teljesen elkülönül. Úgyhogy én igazából, tehát mi imádunk Erdélybe koncertezni, én imádok ide jönni, tényleg elképesztő, gyönyörű hely, úgyhogy mi zenélni jöttünk ide. De a szórakoztató programok mellett azért a fő vonalat mégiscsak az itt elhangzó politikai üzenetek képviselik. Tusványos vasárnap zár, de a magyar miniszterelnök beszéde még csak ezután következik. Orbán Viktor tusványosan elhangzott beszédeit eddig rendre az aktuális politikai helyzet értékelése, stratégiai kérdések, jövőbeni tervek ismertetése jellemezte, és várhatóan nem lesz ez másképp most szombaton sem. Kónya Rita, Euronews, Tusnádfürdő.